fogadjunk, hogy nem vesznek meg egy törlőkendőt csak azért, mert Apple 8000 forintért. De! Ez itt a TechZanza, a Total Car Techno rovatának hírösszefoglaló, hírháttelező és hírmagyarázó videója, amiben összefoglaljuk azt, hogy mi történt az elmúlt két hétben a Techno rovatban, mindezt tesszük Szentkuti Ákossal, a rovatvezetővel, úgyhogy kezdjük! Az őrült, aki motort kötött egy számítógéphez, óriási hír. Ezeket megláttam, csak fölröhögtem, mert nem tudtam, mi az Isten. Kérlek, vezess be! Úgy érezte emberünk, hogy nem elég realisztikus a játékélmény, és rákötött egy négyütemű motorkerékpárról származó motorblokkot, és egy ilyen arduinós vezérlővel megírva pontosan úgy pörgött fel a motor, ahogy a játékban felpörög. És hát... Reméljük nem GTA-zik. Amikor érte, M16 is ott van az asztal mellett, amikor lő, akkor elsül. Ez tipikusan az, hogy amikor a mérnök unatkozik, és kitalál valamit, és röhöghetünk rajta, és baromi jó. Ami nagyon vicces volt benne, hogy amikor az motor elemelkedett a földtől, akkor a motor is így felpörgött mellette. Az első néhány percben még az lehetett látni, hogy majdnem leesik az asztalról, szerencsétlen motorblokk. De ez valami egyhengeres robogó motor? Vagy? Ez robogó, aha. Így sima karbis, négyütemű. Nem tudom, hogy honnan van pontosan. Mindegy is, nem hiszem. Valami indiai konstrukció lehet. Zseniális, mindenképpen nézzétek meg. Nekem van egy barátom, akit valószínűleg te is ismersz, ő egy műszerfalat szedett ki egy autóból, és kikötötte a kimenő jeleket rád, és miközben játszott, közben nem a gépen mentek a valós adatok, hanem a fordulatszám és a sebességmérő az a játéknak megfelelő értékeket mutatta a műszerfalon, és még azt hiszem váltás is volt, tehát hogy amikor gangolt a H-simájú váltóval, akkor írta a fokozatokat neki. Igen, közében. Igen. Ezt én is láttam meg. Árulnak is ilyeneket, de ez tényleg baromi jó. Leállítja a Marketplace alkalmazását a General Motors. Várj, volt neki? Igen, volt. 800 kp indulok egy új Jeep-ér, vagy mi? Nem sokan tudtak róla, hogy van, és valószínűleg pont ez lett a veszte. De ebből látszik, hogy hiába van egy előremutató ötlet egy autó infotainment rendszerében, hogyha az nincs megtámogatva rendes alkalmazásokkal, nincs igazából kihasználható funkcionalitása, akkor el fog veszni. És a GM Marketplace tök jó ötlet volt. Ugye úgy találták ki, hogy te bemész tankolni, és már előre az alkalmazáson belül tudsz fizetni. Amerikában ugye másképp van a tankolás, mint nálunk. Tehát előre fizeted, igen. És azt a mennyiséget csorgatod be, amit kifizettél előre. Nem kellett volna bemenni. Ez sem nagyon működött, meg ugye lehetett volna például Starbucksokban kávét rendelni drive-in helyett, de ezek egyszerűen nem működtek jól, voltak az elején hibák, és nem bővült a szolgáltatás kínálat egészen addig, amíg senki nem használta a Marketplace-t, utána pedig már senkit se érdekelt. Figyelj, igazából látom ebben a húzást, tehát hogy mit tudom én, vannak már ugye más autóban is ilyenek, hogy tökéletes, amikor átmész egy ilyen autópályakapon, akkor ki tudod fizetni az útdíjat érintéssel, meg hasonlók, de lehet, hogy ez egy kicsit így sok volt így kezdésnek, tehát hogy miért akarnál kávét venni az autóddal, most mondjuk ki. És nem támogatták meg jól, ez volt talán a igen, mert ugye mobiltelefonon, amikor vannak ilyen, tehát amikor bejött a telefonra az, hogy fizes új lenyomattal, vagy fizes Face ID-val, akkor az úgy viszonylag hamar magáig vetette az embert, mert volt mögötte egy jó rendszer. Igen. Itt valószínűleg a rendszer volt kevés. Így van. Folytasd, kérlek. 20 év után megindultak felfelé a CD eladások. Úristen, hogy de már hogy nem a bakelit, hanem a compact disc. Igen, a bakelit is megindult már. De az már jó rég, azt tudjuk. Az igen. Tehát ugye ez elfoglalt egy olyan helyet a piacon, ami alapból járna neki, hiszen ez egy jófajta, jó emlékeket keltő retro formátum. Meg egy audiofil élmény. Igen. Tehát, hogy én botfülű vagyok eléggé, de még nekem is meg tudják magyarázni, hogy miért jobb a bakelit. De a CD? A CD miért jobb? Nem tudom, valószínűleg e köré is épült egy ilyen kellemes hype, vagy én nem tudom. Vagy felnőtt az a réteg, tudod? Nosztalgia, igen. Igen, tehát felnőtt nosztalgia. Egy réteg, aki a Linkin Parktól a Numbot, meg a Hybrid Theoryt még CD-n hallgatta, meg a The Eminem Show-t. Eltelt azóta 20 év, és most szeretné újra ott látni a polcon a gyerekkorát. Igen, tök érdekes, hogy a CD nagyon nehezen halt ki az autókból. 2021-ben írtunk egy olyan hírt, hogy most már tényleg kihal, és erre itt a hír, hogy... És azt hiszem a Lexus SC400, tudod, a keménytetős kabrió, az a Lexus SL Merciről, az
volt az utolsó autó, amiben volt kazetta deck 2011-ben, és CD lejátszó egyszerre. Jó kis IS-kit, az emlékszel? Igen, igen. Abba is mind a kettő volt, CD is volt, meg kazetta meg is. Meg kazetta is, igen. Csak az ugye ez egy régi autó, míg igen. Az SC az 11-2 körül még volt. Igen, úgyhogy összességében nyilvánvaló, hogy a piaci arányokban elhanyagolható a CD meg a vinil lemez, és nyilván a streaming platformokon költik el a legtöbb pénzt a felhasználók, de szépen lassan látszik, hogy jön föl, és már ez is egy ilyen milliárd dolláros üzletággá vált. Újabb kijelzők a Mercedesen. A Mercedesnek ez nagy fétise, hogy... A hyperscreen? Nem csak feltétlenül erre gondolok, hanem én amikor ott voltam az AMG GT-nek a bemutatóján, tehát Frankfurtban 4-5 éve, meg még volt Frankfurt, ez nagyon durva ki, nem Frankfurt, Genf. Akkor éppen azzal hakniztak, hogy övék az első kormányra épített színes kijelző, mert hogy a módválasztó gombja az egy színes kijelző volt, amit ott tudtam pöcögtetni a kormányon. Úgy látszik, még maradt nekik néhány négyzetcentiméternyi, mert most a kilincs is az lesz. Te akarnál az autót külső kilincsén kijelzőt nézni? Biztos nem. Amikor látod, hogy az asszony már 17-szer hívott, és ez már az autó. És ezt mindenki más is látja. Igen. Az egy kicsit ciki, nem? Igen, igen. És akkor elvileg ilyenek lesznek, hogy az okostelefonos applikációval kinyitott autó az a neveden fog köszönteni. Jó reggelt, Antal! Hova mehetünk ma? Igen, bár éve emlékszem, amikor bejött a béka Nissan Micra, akkor annak, hogyha megadtad a születésnapodat, akkor egy kis animációval köszöntött aznap reggel. De cuki. És a Top Gear-ba remekül rávilágítottak arra, hogy képzeld el, amikor annyira szegény az életed, hogy az autót köszönt a születésnapodat. Figyelj, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Én nem. De nem látom még azt, hogy ez hol fogja megváltani a világot. Egy kis vergődést érzek ebben. Uh-huh. Hát, egy kis izzadságszag ebben így van. Igen, tehát valahogy egyedivé kell tenni az autókat, a jövő autóit is, de hogy ezt feltétlenül csak mindenhova kirakott kijelzővel kell megtenni, azt azért én sem látom. Na de beszéljünk valami fontosról, új iPhone és bivajerős meggépet hozott nőnapra az Apple, beledugtak egy szelepet a Mac Mini-be, és főfújták háromszor akkorára. Főfele. Igen, konkrétan. Hát a Mac Studio, amiről beszélsz, az egy baromi erős hardware. Most jelen pillanatban arról beszélnek, hogy a legerősebb dedikált VGA-kat, tehát ilyen RTX 3080 meg ilyeneket veri az M1 Ultra grafikus teljesítménye, ami egy ARM alapú dologtól döbbenetes, tehát hogy így felfoghatatlan. Bocsánat, csak próbálok megdöbbenni, mintha érteném, miről beszélsz, fontos kérlek. Oké, szóval a lényeg az abban van, hogy a mobil alapú hardverek annyira magas szintre skálázhatók föl, amit eddig még nem láttunk. És hát idén az Apple valószínűleg a legerősebb asztali számítógépeit is mobil alapú hardverekkel fogja szerelni, ami többenet. Hogy nem fog ez elolvadni ott az asztalon nekem? Úgy, hogy az ARM, mint architektúra, egy nagyon hatékony architektúra. Ez akkor a processzorok Priusza? Igen! Nem, mert ez gyors. Ez gyors. Az iPhone is érdekes egyébként, hiszen megjött a legolcsóbb 5G-s iPhone, 195 ezer forintért meg lehet venni, és hát úgy néz ki, mint az iPhone 6-od, nem tudom, így 8 éve, szóval, na jó, nem 8, de majdnem 8. És hát nyilvánvaló, hogy... Szerintem egy kicsit benne van az is, mondjuk egy A4-es Audi-ban, ami majdnem úgy néz ki, mint egy A6, hogy éreztetni akarják veled, hogy te még nem költöttél elég pénzt ahhoz, hogy megérkezz a Nirvana. És ezen nagyon-nagyon sok pénzt keresnek közben. Igen. Az Audi is, meg az Apple is. Így van. Ez az iPhone-os belépő most, az SE 2022, biztos, hogy nagyon jó telefon lesz, hiszen már az előző 5 ugyanilyen is jó volt. Nem lesz vele baj, beletették a Bika hardvert, a többi az meg a régi. Szerintem ez mindenképpen egy jó termék, és most már megjöttek az első piaci eredmények, lefutott, tehát hogy nullára kifosztották az Apple-t, nincsen raktáron. Úgyhogy ez is egy erős dolog volt tőlük. Egyébként volt még zöld iPhone 13. Zöld iPhone 13, meg új iPad Air szintén M1 chippel, tehát most már az iPad-edben is
nem csak a Pro-ban, hanem az Air-edben is lehet M1-es chip. Ezt akartam mondani, tehát most már az iPad is erősebb, mint a tavaly használt gamer laptopom. Igen. Ami azért nagyon durva. Úgyhogy ezek voltak így nagy vonalakban. Jól van, menjünk tovább az almaszedésből. 68 ezer forint egy Type-C kábelért? Igen, a Mac Studio mellé bemutattak egy Thunderbolt 4 Pro kábelt, aminek a 3 méteres változata 68 ezer forint. Én ezt okosan kiraktam a Facebookra, zárójel nem okosan, hogy én még egy 5 méterest is elfogadtam volna 103 ezerért, de olyan komment áradat jött rám, hogy... Hogy miért? Hogy olcsó, János? Hogy én használjak ilyen kínai gagyi kábeleket. Istenem. Azért 68 ezer forint egy kábelért, ha belegondolsz, igen. Nagyon combos. Tehát igen. Én persze nyilván a minőségi tartozék az éri a forintot, de ugye az Apple... De azért mind a hülyeségnek is van egy határa. Szerintem az Apple azt mondta, hogy most mi vagyunk az ilyen drága gyártó, akiknek ez a legendája, hogy minden drága, és belegondolsz, egy iPhone 13 arányaiban nem drága. Egy MacBook Air egyáltalán nem drága, tehát maga az eszköz már nem feltétlenül extrém árazású, de és a ezért a kiegészítőn akarnak, igen. Ez tudod, ez olyan lehet, hogy ülnek ott ezében a boardban, és akkor gyerekek, adjuk 60 ezerért, nem fogják megvenni, de rakjátok ki 60 ezerért, kirakják, basz, kiviszik, mint a cukrot. Két hét múlva, rakj 68-ért, főnök, nem fogják megvenni, rakjad, kirakják 68-ért, megint viszik. Igen, ez a fogadjunk, hogy nem vesznek meg egy törlőkendőt, csak azért, mert Apple 8000 forintért. De! Csodálatos. Ennyik voltunk mára. Szuper, köszönjük, hogy megnéztétek a Technozonzát, iratkozzatok fel, nyomjatok lájkot, iratkozzatok fel a Techno Facebook oldalára, ezeket mind linkeljük ide az első kommentbe és a cikk alá is, valamint kövessetek minket Twitch-en, ahol egyelőre gaming és égéstér van, de majd lesz más is, és minden, amiről most beszéltünk, az részletesen kifejtve linkek formájában cikkekként megtalálható szintén a videó alatt. Úgyhogy találkozunk két hét múlva.